Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te kapsz egy jó hírt, vagy egy előnyös szerződést. Az is lehet, hogy mindkettő bekövetkezik. Miről van szó konkrétan, hogyan alakulnak a dolgok, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. A fő téma itt van középen. Az lehet, hogy veszel egy szép cipőt, vagy egy csizmát magadnak, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a csizma utal a férfire, és ez a cipő utal rád, amennyiben te egy hölgy vagy. Itt lépésekről lesz szó. Előre mennek a dolgok, ez a férfi ott van melletted. Jelen pillanatban még más fele tekintetek, de itt lesznek változások. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Itt meg lesz a bátorság, a tettek, a lelkesedés is. De ahogy a képen látható, itt valamit még rendezni kell. Vagy van még munka, vagy gyűjteni valamit, és utána lesznek a változások. Egy közös út, mindketten ebbe az irányba tekintetek. És itt a háttérben ez a vár utal magas célokra, ami elérhető. Itt meg lesznek a megújulások, a változások. A képen látható a bíróság, ez lehet egy bírósági ügy, vagy utal igazságra, vagy igazságtalanságokra, ami megtörtént a múltban, és igazságtalanságokról volt szó, vagy egy bírósági ügyről, az most lezárul, befejeződik. Itt még befele kellene tekinteni, hiszen egy átmeneti időszakban vagytok. De a háttérben ez a két kehely utal a jövőre, a párkapcsolatra, te és ő. Ez lehet egy jó szerződés is. És a kelyheknél érzelmekről van szó. Itt ez a hölgy utal arra, hogy lesz egy jó hír, hiszen látható, hogy mennyire boldog, örül ezeknek az eseményeknek. Látható az egész világ, amikor olyan boldog, hogy a legszívesebben átölelni az egész világot. De ez a világ jelenti a külföldi kapcsolatokat is, tehát előfordulhat az, hogy ez a hír külföldről jön. Itt nem csak egy hírről van szó, hanem egy találkozásról, fontos beszélgetésekről. A 6-os szám utal a múltra. Lehet, hogy vannak ilyen nosztalgikus emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Ez a férfi nagyon-nagyon büszke, és elvárja azt, hogy elismerést kapjon. Ő áll most itt a középpontban. A nap arra utal, hogy itt kiderül a valóság. Ha tényleg egy bírósági ügyről volt itt szó, akkor az rendeződik. Ez inkább őt illeti. Amit ez a kép még jelent, a kisugárzása. De a tiéd is. Itt megvan köztetek a vonzalom, és ő ott áll melletted. Itt lesznek lépések, előre mennek az események, hiszen lesz itt egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel. Tenderá!